Dobrý deň, milí diváci, vítam vás pri obrazovke. Jó napot kívánok, kedves nézőink, köszöntöm Önöket a képernyők előtt. Dňa 27. júla sa uskutočnilo 36. riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva. Podľa návrhu starostu obce bol program nasledovný. Interpelácia poslancov, správa hlavného kontrolóra obce k plneniu rozpočtu obce za prvý polrok 2009, kontrola uznesení a rôzne. Július 27-én tartotta a helyi önkormányzat 36. rendesülését, melynek menete a polgármester javaslatára a következő volt. A képviselők interpellációi, a község főellenőrének beszámolója a 2009-es év első fél évi költségvetésének teljesítéséről, határozatok ellenőrzése és egyéb. V bode interpelácií poslancov sa podľa názoru poslankyne Bulajčíkovej dávno dnes zaoberali vytváraním múzea. Projekt je hotový, budova bývalej materskej školy je vo veľmi zlom stave a obec bude musieť do nej mnoho investovať. Ďalej ako členka rady školy navrhuje vypísať konkurs na obsadenie funkcie riaditeľky školy, pretože koncom roka riaditeľke vyprší mandát. Podľa jej názoru je terajšia riaditeľka veľa mimo školy, kvôli čomu sa nemôže zaoberať problémami školy. Učitelia sa často striedajú, pri prijímaní neoprednostila učiteľku z Iže, ale prijala cudziu. Chce, aby bol v škole poriadok. Ďalej sa dopytovala na možný postreh komárov, kde bola odpoveď nasledovná. Obec sa obrátila so žiadosťou o finančné prostriedky na ničenie komárov na obchodný úrad životného prostredia v Komárne, odpoveď však zatiaľ nedostala. Obec pravdepodobne objedná len pozemné motorové ničenie komárov. Elsőként Bulajčík képviselőnő ismertette véleményét, mely szerint az önkormányzat régen foglalkozott már a múzeum építésével, miközben a régi óvoda épületének állaga folyamatosan romlik, így a községnek nagyobb investíciót kell majd ráfordítani. Továbbá, mint az iskolatanács tagja javasolja pályázat kiírását az alapiskola igazgatói tisztségének betöltésére, mivel évvégével lejár a jelenlegi igazgatónőnek a mandátuma. Nézete szerint a jelenlegi igazgatónő sokat van házon kívül, és ezáltal nem tud az iskola problémájával foglalkozni. Szerinte a tanítók is gyakran váltakoznak, felvétel során nem részesítette előnyben az izsai tanítónőt, hanem idegent vett fel. Azt akarja, hogy az iskolában rend legyen. Továbbá rákérdezett a szúnyogok elleni permetezésre, melyre azt a választ kapta, hogy a község kérvénnyel fordult a Komáromi Környezetvédelmi Hivatalhoz a szúnyogírtás pénzbeli támogatására, de választ ez idáig nem kapott. A község valószínűleg megrendeli a szúnyogok permetezését saját költségre. Poslankyňa Zakarová uviedla, že na rade školy bolo 13 žiadostí na post učiteľa základnej školy. Ďalej podľa nej projekt múzea len zvyšuje rozpočet a nič z toho nebude. Tiež upozornila, že na dvore starej školy je veľká burina. Spôsobuje alergiu a poskytuje skrýšu pre túlavé psy. Ďalej žiadala vyčistiť aj chodník pri ceste pred starou školou. Tiež upozornila, že zamestnanci IKT nedostali včas omeškané výplaty za vykonanú prácu. Zakar képviselőnő elmondta, hogy az iskola tanácson 13 kérvényt tárgyaltak meg a tanítói állás betöltésére. Továbbá szerinte a múzeum projektje csak növeli a költségeket, ezért semmi sem lesz belőle. Továbbá felhívta a figyelmet, hogy az öreg iskola udvarán elburjánzottak a gyomok, melyek allergiát okoznak és kóborkutyák búvóhelyéül szolgálnak. Továbbá kérte az öreg iskola előtti járdát is megtisztítani. Továbbá az IKT alkalmazottainak elmaradt bérére hívta fel a figyelmet. Poslankyňa Izsáková na margo zamestnávania izsánskych učiteľov v škole uviedla, že ich v minulosti mali viac bojovať za miestnych učiteľov a nie ich prepúšťať. Ďalej navrhuje ešte počkať so zamietnutím projektu múzea, pretože sa na ňom pracuje. Tiež navrhuje dať stromy v cintoríne prezrieť odborníkmi, či nie sú prehnilé, pretože v prípade vyvalenia vetrom by narobili veľké škody.
Izsák képviselőnő az izsai tanítók foglalkoztatásának margójára elmondta, hogy a múltban is jobban kellett volna harcolni az izsai tanítókért, nem pedig elbocsájtani őket. Továbbá javasolja várakozó álláspont elfogadását, mivel a múzeum projektjén még dolgoznak. Javasolja továbbá a temetőfáit megnézetni szakemberrel, hogy nincsenek-e elkorhadva, mert erős szélben nagy károkat okozhatnak. Zástupkyně starostu obce Agová navrhla, aby bolo vo verejnom rozhlase vyhlásené, kedy sa uskutoční zber polámaných konárov. Agová alpolgármesternő javasolta a letört ágok összegyűjtésének időpontját a községi hangszóron kihirdetni. Poslankyňa Vicianová opätovne poukázala na túlavé psy. Situácia je neúnosná. Ďalej pripomenula, že pri miestnej škole je nutné nájsť nejaké riešenie, pretože kvalita školy je slabá. Vicianová képviselőnő ismételten rámutatott a kóborkutyák problematikájára, szerinte a helyzet elviselhetetlen. Továbbá megemlítette, hogy a helyi iskolánál kell valami megoldást találni, mivel az iskola minősége gyenge. V ďalšom bode programu hlavná kontrolórka obce inžinierka Marta Soboslajová predložila správu k plneniu rozpočtu obce za prvý polrok 2009. K plneniu príjmov starosta uviedol, že na rok 2009 pripadal pre obec Iža podiel na dani z príjmov fyzických osôb 330 000 eur. Pri zostavovaní rozpočtu bola obec opatrná a pri príjme z podielu na dani plánovala 273 000 eur. Podľa oznámenia Združenia miest a obcí Žitného ostrova je prognóza zníženia podielu na dani oproti plánovaného o 16,40%. V našom prípade znamená, že dostaneme 267 505 eur, čo je o 5 495 eur menej. Tento rozdiel zatiaľ nie je dôvodom na prehodnotenie rozpočtu. K tejto téme sa poslankyňa Zacharová dopytovala. Prečo sú pri položke civilná ochrana dva stroje krytia? Ďalej sa dopytovala na nájomné za pontón. Zatiaľ nebolo zaplatené a či je tento pontón potrebný. Poslankyňa Bulajčíková poukázala na slabé plnenie príjmov z prenajatých budov. A továbbiakban sor került Szoboszlai Márta a község főellenőrének beszámolójára a 2009-es év első fél évi költségvetésének teljesítéséről. A beszámolóhoz a polgármester hozzátette, hogy a 2009-es évre Izsa községre 330 000 eurós adórész esett a fizikai személyek bevételéből. A költségvetés összeállításánál óvatosan jártak el, ezért csak 273 000 eurót terveztek be. A Csallóközi Városok és Falvak Társulás jelentése szerint jelentős 16,4%-os csökkenés várható az adókból a tervezettel szemben, ami esetünkben ez azt jelenti, hogy a község 267.505 euróval számolhat, tehát 5.495 euróval kevesebbel, amely viszont ezidáig nem ok a költségvetés átértékelésére. A témához kapcsolódva Zakar képviselőnő arról kérdezett, hogy a polgári védelemtétel miért két forrásból van fedezve, továbbá, hogy a ponton bérleti díja ez idáig nem volt kifizetve, és hogy szükség van-e erre a berendezésre. Bulaj képviselőnő a bérelt épületekből származó bevételek gyenge teljesítésére mutatott rá.